Ezért vándorló kiállításról van szó. Tehát aki nem tud eljönni például most ide ma öltözve, az ne busuljon nagyon, mert elmehet még 4 helyszínre, ezen kívül Kézdivásárhelyre, Csíkszeredába, Kovásznál és Sasiszentgyőre is. Tehát aki versenyzők nem tudtak most eljönni, az ott mindenféleképpen lesz lehetőségük rájuk. A titkon nyílik a rózsa, bárcsak eddig sem szerettelek volna. Jobb lett volna az én árva fejemnek, hagytam volna békit a szerelemnek. Verd meg Isten azt az anyát, s az apát, aki gazdag legénynek adja lányát. Mert a gazdag üti, veri, rongálja, de a szegény megöleli, csókolja. És egy üdvözölhető kezdeményezés az, hogy egy ilyen fotókiállítást tudunk megtekinteni, és az Anselmo vendéglő egy ilyen fotókiállításnak ad helyet. Én szerintem a hely és a kezdeményezés az megfelelő. Én részemről, a község részéről üdvözlöm Önöket, üdvözlöm a zsűritagokat, a kezdeményezőket, házigazdát, és egy sikeres kiállítást kívánok Önöknek. Ez az ötödik kiállítás, amit szervezett az Őrnap Egyesület, személyesen Rádi Attila. Én gratuláljak értem, ez egy nagyszerű ötlet volt és sikerni úgy végigvinni, hogy már az ötödik alkalom, igaz. Négy, az az évszakok voltak, tél, tavasz, nyár, ősz, három székel. Az ötödikre viszont már, tehát három széki fotókkal kellett jelentkezni. Az ötödik pedig az lett, hogy kiterjedt, és ahogy elmondta Attila is, most már külföldről is küldtek képeket, nem csak három szék van ebbe a témába, ember és természet lenne, hanem itt most már ez kiterjedt. És azt jelenti, hogy egy haladás van az egészben, mert a négy évszakon belül is, ahogy évszakról évszakra ment ez a kiállítás, úgy több és több jelenti. Itt fogadtad szívedbe az írást és a gondolatot, itt eszméltél magadra, és itt volt mindig az otthonod. Most mit mondják neked, elvakult sötét lelkű ostobát, keresd magadnak máshol hazát. Ne törődj el, hogy mit mondanak, az nagy, akinek tartod magad, még akkor is, ha szembe fúj a szél. Tagjai ezeket a képeket az Anselmos kollégákkal közösen, úgyhogy akkor mostantól mindenkit meghívok, hogy nézze meg első alkalommal a frissen megnyitott fotókiállítást. Mondjuk, hogy a Köszönöm szépen!